Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntjük a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, a vendégem pedig Borosné Bognár Petra, az Életvár közösségi tér házigazdája. Üdvözöllek! Én is üdvözöllek téged és a hallgatókat is. A világ egyik legcsodálatosabb dolga, hogyha valakinek kisbabája születik. Attól a perctől kezdve, hogy kiderül a baba jött-e, az öröm mellett megjelenik az aggódás, a féltés és a kérdések sokasága. Hogy tudom majd csinálni? Biztos menni fog? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel az édesanyává válás útján. Petra 5 évvel ezelőtt hozta létre az Életvár közösségi teret, és dolgozott ki egy komplex programsorozatot. A várandóságtól egészen óvodáskorukig kíséri végig a mamákat és babákat, segítve őket, hogy minden úgy alakuljon, ahogy a számukra a legmegfelelőbb. Petra, hogyan jött az ötlet? Miért tartottad fontosnak ennek a kis közösségnek a létrehozását? Amikor az első fiam született, akkor pont ugyanezek a kérdések foglalkoztattak engem is, amiket felsoroltál. És ahogy egyre jobban beleástam magam a szoptatásba, a babagondozásba, a babahordozásba, egyre többet beszélgettem anyukákkal, és egyre inkább láttam azt, hogy egy csomó probléma, kisbaba körüli probléma, meg nehézség, az az információ hiányból fakad. Hogy vagy nem kapnak elegendő információt az anyukák arról, hogy milyen is egy kisbaba, hogyan is viselkedik egy kisbaba, vagy téves információkat kapnak. És akkor én elkezdtem begyűjteni a jó információkat, meg a hiteles naprakész információkat, és elkezdtem segíteni az anyukáknak. Elkezdtem a szoptatási tanácsadóképzést, megcsináltam a babahordozási tanácsadóképzést, és akkor már tudtam, hogy valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, csak nem volt meg, hogy pontosan ezt milyen formában, hogyan is csináljam. És Budapesten voltam egy továbbképzésen, egy ehhez hasonló koncepciójú közösségi térben, és akkor megvilágosodtam, hogy ezt szeretnék egy olyan helyet Sopronban, ahol minőségi programok, szolgáltatások, szakemberek vannak, akik valami olyat képviselnek, ami hiánypótló, vagy valóban hasznos az anyukáknak, meg a családoknak. Úgyhogy innen indult, és aztán egy rövid előkészületes, albérletkeresős, tervezgetős, nagyjából egy nyár után el is indult 2018. októberében. Én nagyon megörültem egyébként ennek a kezdeményezésnek, mert akkor, amikor az én nagyobbik lányom született, akkor még semmilyen jellegű nem volt itt a városban, de talán közel-távol sehol sem. És tudom, emlékszem, amikor hazavittük a kórházból, ott álltam, és attól féltem, hogy úristen, majd tényleg nem fogom tudni a pelenkát kicserélni, vagy hogyha sír, akkor nem fogom tudni megérteni az ő problémáját, hogy tudunk majd egymásra hangolódni. Úgyhogy ez mindenképpen egy hatalmas segítség, azt gondolom, itt a városban lévő kismamáknak. És mitől különleges ez a csoport? Mit ad ez a csoport az idejáróknak? Maga a játszó csoportom, ami szintén 2018-ban indult, az azért különleges, meg azért más, mint a többi babás-mamás foglalkozás, hogy ez egy hosszabb, nagyjából 2 órás foglalkozás, a Babanda játszó csoport, ez a neve, és hát szívem csücske, nagyon-nagyon szeretem. Ehhez társult, igen, azt nem mondtam az előbb, hogy aztán elkezdtem 2017-ben a csecsemő és kisgyermeknevelő képzést a Benedek Elek főiskolai karán a Soproni Egyetemnek, és az ott tanultakat is be tudtam építeni a játszó csoportba, tehát itt mondókázunk a gyerekekkel. Van egy rövid 1/4 óra 20 perces mondókázós rész, utána én kikísérem az anyukákkal együtt a gyerekeket a mosdóba kezet mosni, utána 10 óra íznak a gyerekek, leülnek együtt enni, ugye ennek is megvan a jelentősége, meg a fontossága, hogy ezt szokni, hogy más gyerekekkel egy asztalnál ülni, enni. Nagyon szeretem azt, hogy nyilván nálam is vannak a csoportban tejfehérje érzékeny gyerekek, és akkor például ezt is megszokják.
a többi gyerek is, hogy vannak gyerekek, akik mást esznek, illetve a tejfehérje érzékeny gyerek is, hogy ő nem ehet abból, amiből a többiek, ő abból ehet, ami ő elé oda le van rakva. Ez nagyon fontos tapasztalás lesz majd a bölcsödében, óvodában. És aztán a 10 óraizás után pedig még van egy hosszabb szabadjáték rész, amikor itt szétpakolhatják a játékokat és játszhatnak. Ilyenkor szoktam főzni az anyukáknak kávét, teát, és akkor lehet egy kicsit beszélgetni. És azt gondolná az ember a szabadjátékról, hogy az haszontalan időtöltés, vagy nincs értelme, pedig van. Egy csomó szituációval találkoznak ott is a gyerekek. Kell neki egy játék, oda nyúl érte, de a másik gyerek nem adja oda, ne adj Isten, még fel is löki. Vagy ő megüt valakit, arra mi a reakció, hogyan lehet ezeket a helyzeteket lekezelni és békességben megoldani. Ez nagyon jó, hogyha már akkor megtanulja ezeket a gyermek, amikor még ott van a biztonságot adó anyuka is, és nem akkor találkozik először ilyen szituációval, amikor mondjuk bölcsödébe és óvodába kerül. És ezt mindig mondom a kismamáknak is, akik hozzám fordulnak, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog Magyarországon, hogy itthon maradhatunk 2 évet, 3 évet a gyermekünkkel, de az a mi feladatunk és felelősségünk, hogy őt szocializáljuk, és úgy kerüljön majd bölcsödébe, óvodába, hogy ő addig is élt közösségi életet. Hát igen, végül is felkészíted őket egy nagyobb közösségre, mert ugye itt egy kicsi közösségben vannak, nyilván a bölcsödében, óvodában ennél azért sokkal több gyermek van, és a gondozóknak, vagy a dadusoknak a figyelme több gyerek mellett oszlik meg, és emiatt is talán nehezebb egy kicsit beszokni a gyerekeknek. Emlékszem, amikor nekem is mind a két lányom járt bölcsödébe, de nekem is ugyanolyan nehéz volt elszakadni tőlük, itt talán az anyukák ezt egy kicsit megszokják, felkészülnek rá, nem? Hogy elszakadás lesz majd rövid időn belül. Igen, azért az is egy érdekes jelenség szokott lenni, amikor én megmosom a gyerekek kezét, és olyan aranyosak egyébként, mert hogy például az elején mondjuk nem engedi, hogy hozzányúljak, csak anya moshatja meg a kezét, és aztán eltelik pár hét, hát valakinél 1-2-3 hónap, de egyszer csak engedi, hogy én most, tehát hogy ezek ilyen kis apró lépések, amik szerintem fontosak, igen, a leváláshoz, vagy az anyától való elváláshoz, hogy szokják azt, hogy van más is, aki gondozza őket, aki gondoskodik róluk, ki rájuk szól esetleg, betartatja a szabályokat. Igyekszem ezt itt azért nem annyira nagyon vas szigorral véghez vinni, de igenis, és az anyukákkal együttműködve csináljuk ezt így, hogy mondjuk nem állunk fel az asztaltól étellel a kezünkben. Aki egyszer feláll az asztaltól és elmegy játszani, utána már ne jöjjön vissza enni, mert hogy a bölcsödében meg az oviban sem lehet majd oda visszaszaladgálni, és még bekapok egy falatot, még visszaszaladok, tehát hogy ezt is így szokják. Hát ami nem könnyű, ugye szabályokat megszokni, nagyon nehéz betartani, és betartatni sem könnyű az ilyen pici gyerekekkel. Ahogyha várandóság van, tehát még a várandóság ideje alatt, hogy tud segíteni a közösségi tér a leendő kismamáknak? Várandósokat a felkészülő tanfolyamon fogadunk. Ez egy 3 alkalmas szülésre és szülőségre felkészítő tanfolyam, ami most egyedülálló Sopronban, nincs másik ilyen tanfolyam. Az első alkalmon Radics Berni dúla fogadja a kismamákat. Neki van nagyon sok más kompetenciája is, még felsorolni is nehéz lenne, de hát itt dúlaként fogadja a kismamákat, és akkor a várandóságról, a várandóság alatti testi-lelki változásokról, és a szülésről magáról beszélget, ad tájékoztatást és információt a kismamáknak és a leendő apukáknak is, tehát ide mindig családokat várunk, nem kötelező eljönni az édesapáknak, de nagyon örülünk, amikor ők is itt vannak, és ezeket ők is hallják, de olyanra is volt már példa, hogy a leendő nagymama jött el, aminek én szintén nagyon-nagyon örültem. És akkor a második alkalmat én tartom, ez pedig a gyermekágyas időszakról, tehát az első 6 hétről szól, illetve ennek az időszaknak a különlegességeiről, illetve egy alapvető információ
áradatról, hogy milyen is az ember, mint biológiai lény, mint faj az ember, milyen szükségletekkel születik, milyen biológiai tulajdonságokkal születik, mik azok az alapvető igények, amikkel a kisbaba a világra jön, hogy ezeket ne féljünk megadni a babának, hogy folyamatos testközelség, stb. Ezektől a dolgoktól nagyon sokan félnek még mindig, hogy mi lesz, ha én egész nap a kezemben tartom, elrontom, elkényeztetem. Mi lesz, ha én minden nyikra megszoptatom? Hát megszokja meg. Szóval, hogy annyi tévhit van ezzel kapcsolatban, és én ezeket így próbálom lerombolni, és egy kicsit ilyen tudományos oldalról, de mégis az anyai tapasztalatom miatt könnyebb nyelvezetben és lazábban úgymond átadni a szülőknek, hogy bizony egy kisbaba így születik, hogy folyamatos testközelség és extra nagy igények, amik aztán elmúlnak, tehát ez is egy nagyon fontos része az első alkalomnak, hogy ez a 6-7, ez ebből a szempontból is különleges, hogy itt extra nagy szüksége van a kisbabának a testközelségre. És akkor elmondom, hogy ez miért, ez evolúciósan honnan ered, és miért van bennünk. Ezeket nagyon fontos letisztázni, mert hogy az ember azt gondolja, mert ezt sugallják a reklámok, meg a filmek, meg régi-régi, nagyon elavult és nagyon-nagyon káros nézeteket hirdető könyvek, hogy a kisbaba az olyan, hogy megszoptatom, elalszik, leteszem, és 3 óra nyugi. Vannak ilyen babák, nyilván, örülünk neki, amikor van mondjuk egy rövidebb ilyen időszak, hogy ilyen a kisbabánk, de alapvetően az embergyerek nem ilyen. És nagyon jó erre előre felkészülni, mert kismamaként még be tudunk fogadni új információkat, de amikor ott vagyunk, hogy megszületett a baba, és azt se tudjuk, hogy merre van előre, és hirtelen nem alszunk, és hirtelen minden máshogy van, mint ahogy mi gondoltuk, és akkor nekiállni, utána nézni a dolgoknak, az már úgy nagyon nehéz. Úgyhogy ez az első alkalom, ez ezért van, hogy ne a 3 napos kisbaba mellett döbbenjünk rá, hogy hű, ez mégsem olyan, mint a reklámokban. És akkor ebben a részben van még babagondozás, bevásárlólista, a gyermekágyas időszak, az anya szemszögéből, hogy a pihenés, stb. Az mennyire nagyon fontos, tehát ez is egy ilyen 3 órás alkalom nagyjából. És ezután jön a 3. alkalom, amikor meg kitekintünk a gyermekágyból, hogy milyen is valójában az élet egy kisbabával. Hogy mi történik az első életévben. Mert akkor még távolinak tűnik, de nagyon hamar eljön például a hozzátáplálás ideje, hogy ott mire érdemes figyelni, milyen irányzatok vannak, ki melyiket válassza. A mozgásfejlődést végig vesszük. Ott is olyan nagyon fontos dolgok vannak, amikre nagyon sokan szülők nem figyelnek, mert nem tudják, hogy ez fontos. Úgyhogy igyekszem már előre egy kicsit erre is felkészíteni a szülőket, az értelmi fejlődésre. Én nagyon sokszor, sok helyen próbálom elmondani, hogy a képernyőmentesség az első életévekben az mennyire nagyon fontos lenne. Szóval, hogy így nagyjából ezekről szól aztán a 3. alkalom, egy kicsi kitekintés a későbbiekre. És hát ami nagyon fontos, hogy itt nyilván olyan információkat adunk át a szülőknek, amik nagy részére lehet, hogy még hónapokig nem lesz szükségük, úgyhogy egy írásos segítséget is kapnak a tanfolyam után, amiből aztán később tudnak puskázni. Úgyhogy így erről szól a felkészülő, és ez is szívem csücske, mert azt látom, hogy azok a kismamák, akik a felkészülőn részt vesznek, sokkal magabiztosabbak, sokkal, tehát ha van is kérdésük, mert a szolgáltatás része idézőjelben, hogy utána én állok rendelkezésükre, és a Berni is. Tehát, hogyha bármi probléma, elakadás, nehézség van, akkor kereshetnek minket. De hogy egész más úgy segíteni, hogy van egy alaptudás, és mondjuk csak egy kicsi iránymutatás kell, egy pici információ morzsa ahhoz, hogy tovább lépjenek, vagy teljesen az elejéről kezdeni, és elmagyarázni az anyukának, meg elhitetni vele a párnapos csecsemője mellett, hogy ez nem pont úgy van, mint ahogy amúgy a társadalom sugallja, meg ahogy a tévéreklámok, meg egyebek sugallják.
Igen, azért is nagyon jó egyébként ez a közösségi tér, mert ugye az internetnek köszönhetően nagyon sok mindent megpróbál utána nézni az ember, és ez a rengeteg információ, ez az információ dömping, ami árad az anyukák felé, vagy a leendő anyukák felé, ez úgy sokszor tévútra viszi őket, és ezért is jó tisztázni ezeket a dolgokat, hogy hát nem minden úgy van, nem minden gyerek egyformán fejlődik. Van, aki ebben ügyesebb, van, aki abban ügyesebb. Van, aki többet teszik, van, aki kevesebbet teszik. Én emlékszem, amikor hazamentünk a kórházból, a nagyobbik lányommal még nem, de a kicsivel azt mondták, hogy minden étkezés előtt és étkezés után mérjem le a gyereket, mert akkor tudom, hogy mennyit evett. És egy idő után teljes pánikba estem, hogy az én kicsi babám nemhogy gyarapodna, hanem visszaesett a súlya, biztos én vagyok a rossz, én vagyok az ügyetlen, hogy milyen anya vagyok. Tehát, hogy egy csomó olyan negatív beidegződés is lehet az emberekbe, hogyha nincsenek meg ezek az alapok, amik elviszik ezt az egészet, és esetleg az a tejnek az elapadásához is vezethetnek. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, amit te csinálsz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. És mikor zajlanak a foglalkozások? Hány fős csoportokat tudsz fogadni? A felkészülő tanfolyam, én igyekszem minden foglalkozást ilyen családias légkörűre hagyni, tehát a felkészülőre is 5 családot tudunk egyszerre fogadni, és akkor másfél havonta vannak körülbelül a tanfolyam, mindig 3 egymást követő péntek délutánon, tehát így viszonylag könnyű követni. A babonda játszó csoportba pedig 8 gyerek jöhet egyszerre a szülővel vagy nagyszülővel, oda is szoktak jönni nagymamák is. A hely szűke miatt is egyrészt, másrészt meg ugye 1-3 éves korig jöhetnek a gyerekek, ezt nem mondtam, ez is egy fontos tudnivaló a játszócsoportról. Tehát, hogy azért az 1-3 éves gyerekek már mozgékonyak. És nem mindegy, hogy itt 12 gyerek szaladgál adott esetben, vagy próbál játékhoz jutni, vagy 8 gyerek. Szóval, hogy ez is így még egy kezelhető létszám, és megmarad ez a családias légkör. És a Bernin kívül milyen szakemberekkel dolgozol együtt, vagy vannak esetleg szakemberek még rajta kívül? Vannak, és ilyenkor mindig izgulok, hogy ki ne hagyjak valakit, mert hál' Istennek most már nagyon sokan vannak, és most egy nagyon jó csapat alakult ki szerintem. Ugye itt az életvárban 3 szoba van, amiben lehet dolgozni, és jelenleg a legkisebb szobában Kulcsár Kacser Katalin dolgozik, ő szülő-csecsemő konzulens, nagyon-nagyon nagy szeretettel várja ő is a hozzáforduló családokat, evési nehézségek, alvási nehézségek, a babával való kapcsolódásban adódó nehézségek feloldásával és megoldásával foglalkozik ő. A középső szobában dolgozik Egresicsné, Horváth Edit és Szalai Timi, ők TSMT terápiával foglalkoznak, ami egy tornás, mozgásos foglalkozás, de olyan nehézségekben tud segíteni, mint például beszédelmaradás, és sok minden egyebet nem is akarok erről mondani, nehogy butaságot mondjak, mert ez az ő szakterületük, de hogy ők is nagyon-nagyon szuper terápiával foglalkoznak, tehát érdemes utána nézni a TSMT-nek is, hogy mi mindent tud, fantasztikus módszer egyébként. És akkor a nagy szoba, az az én szobám tulajdonképpen, itt zajlanak a felkészülő tanfolyamok, a babanda játszó csoportok, itt fogadom a családokat a babahordozási tanácsadásokra, tehát hogyha hordozni szeretnék a babát, akkor itt nálam meg tudják tanulni a különböző hordozóeszközök használatát. És akkor itt ebben a szobában rajtam kívül tart még a Berni is különböző foglalkozásokat a felkészülőn kívül is. Törökné-Gerői Móni dolgozik még itt, ő baba első segélytanfolyamokat szokott tartani, nagyjából havonta egyszer. Bálintné Halász Dórinak a babamasszás tanfolyamának is az életvár ad otthont, illetve szeptembertől dr. Mesterházi Helga is itt végzi az iskolára felkészítő foglalkozásait középsősöknek és nagycsoportos óvodásoknak. Ja, és remélem elmondtam mindenkit, de talán azt hiszem, hogy igen.
Igen, ezen kívül alkalmanként szoktunk még ilyen egésznapos workshopokat szervezni, pozitív fegyelmezés tréninget, azt ilyen évente két alkalommal körülbelül, de volt már itt zúzmóképkészítő workshop is, szóval, hogy igyekszem élettel megtölteni a teret, de most így nagyon tele is van élettel, úgyhogy nagyon jó ez a csendesség, ami most itt van, ez egy ilyen ritka alkalom. Tényleg egy nagyon komplex és speciális programsorozatot nyújtotok az anyukáknak, a babáknak, és esetlegesen a nagymamáknak és az apukáknak is. És ugye most volt 19-én az Életvárnak az 5. születésnapja. Jöttek vissza olyan gyermekek, akik a kezdetek kezdetén jártak hozzád? Ugye ők már azért óvodások, tehát már nem is olyan kisóvodások. Mik a tapasztalatok? Milyen jellegű visszajelzéseket kaptál az anyukáktól, vagy szoktál kapni az anyukáktól? Pont a születésnapra egyébként inkább így a jelenlegi csapatból jöttek el, ami nagyon-nagyon jó volt így is. Ami nekem mindig szívet melengető az, hogy a nagyobb gyerekek, anyukái is szoktak üzenni, vagy ha találkozunk valahol, akkor mesélik, hogy elsétálnak az Életvár előtt, és emlékeznek a gyerekek. Hogy a Petra néni, meg a vajas kenyér, meg a jöjj ki napocska, és akkor elkezdik énekelni a jöjj ki napocskát, amivel mindig kezdjük a mondókázást, hogy ezek tényleg ilyen maradandó emlékek a gyerekeknek, és én ezt például nem gondoltam volna, hogy egy 5 éves, 6 éves gyerek, ha elsétál a ház előtt, akkor még mindig eszébe fog jutni a babanda, meg a Petra néni, meg az itt eltöltött idő. Nekem ez nagyon jó visszacsatolás, hogy igen, aranyosak nagyon, úgy szeretem őket, ezeket a gyerekeket. Hát gondolom, hiszen olyan szívvel lélekkel csinálod, meg hogy mesélsz róla, és ragyog az egész arcod, mert hogy ez a szenvedélyed, azt gondolom, amit csinálsz, és nyilván a pozitív emlékek is beégnek a gyerekekbe, és nem véletlenül jönnek elő a legmélyebb zugokból is akár. Mm. Akár a mondókák, vagy az itt eltöltött időnek az emléke. És honnan, vagy hogyan tájékozódhatnak az anyukák, hogyha esetleg felkeltettük valakinek az érdeklődését most ebben a rövid beszélgetéssel, akkor honnan értesülhetnek rólad, vagy rólatok? Elsősorban az Életvár Közösségi Tér Facebook oldalán, ezen a néven fut az oldalunk. Itt fönt szokott lenni minden esemény. A felkészülő tanfolyamnak is van egy külön Facebook oldala, ott hosszabb írásokat szoktam megosztani így a gyereknevelésről, illetve a tanfolyamok eseményei is. Oda is fel szoktak kerülni, az Életvár oldalára is fel szoktak kerülni, illetve van egy zárt csoport, az Életvár Közösség nevű csoport, és például a babanda játszó csoportba csak ott lehet jelentkezni, tehát hogy pont ezért ezt szeretem, ezt is ilyen kis zártabb közösség számára megtartani, tehát hogy a babanda játszó csoportokra is hétről hétre mindig a zárt Facebook csoportban lehet bejelentkezni, hogy valaki szeretne jönni, meg ott is azért ilyen személyesebb dolgokat is meg szoktam osztani az anyukákkal, meg azt szeretem, amikor ők is megosztanak ott velem személyesebb dolgokat, mert azért bármennyire is tényleg élvezem meg minden, azért csak 3 gyerekes anyuka vagyok én is, ennek minden szépségével és nehézségével, amivel én is ugyanúgy küzdök, mint az összes többi anyuka, és azért jó erre így ráeszmélni, hogy nagyjából azért ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak mindannyiunkat, meg ugyanazokkal a nehézségekkel küzdünk mindannyian. Hát ettől lesz hiteles az egész, hogy ugye te saját magad is 3 kisgyerköcnek az édesanyja vagy, meg annál jobb, hitelesebb, mint hogyha itt ülnek körben, és elmondják, hogy nekem ez a problémám, és egymás közt osztják meg a tapasztalatokat, szerintem nincs is, és ez egy óriási segítség mindenkinek, aki részt vesz ezeken a foglalkozásokon. Petra, én nagyon sok erőt, egészséget kívánok neked az elkövetkezendő időszakra, sok-sok gyerkőcöt kívánok neked, akiket még támogathatsz az anyukájukkal együtt, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk, remélem, hogy hasznos lesz mindenkinek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz dolog, és csak sok erőt kívánok hozzá jövőbe. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgattak, minden jót, szép napot Önöknek, viszont hallásra!
Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.